Több száz gyerkőc közös bemelegítésével indult a délelőtt a Várkonyi iskola Széchenyi út épületében. Az Állatok Világnapja alkalmából szerveztek egy játékos, sportos, de az állatokat a középpontba helyező programot. Erre elhívták az ovisokat is, akik több mint 270-en el is fogadták a meghívást. Ezzel gyakorlatilag kezdetét veszi a csengőszóra való felkészülés. Minden hónapban várjuk valamilyen színes programmal, és ez így most szerencsésen alakult, hogy délelőtre tudjuk szervezni, és tényleg nagy számban jöttek, örülünk neki nagyon. A csengőszó programok keretében november 7-én tökfesztivál, december 13-án karácsonyi bazár, december 18-án pedig közös mécses gyújtás várja majd a gyerekeket. Februárban pedig elindulnak a már tanteremben tartott foglalkozások is. Fontosak és szükségesek az ilyen iskolaváró programok. Én azt gondolom, hogy minden iskolának elemi érdeke, hogy magáról hírt adjon, bemutassa, hogy mit tud. Ezek az iskolaváró programok, nevezzük bárhogy is őket, ezek tényleg arra alkalmas, hogy egy-egy iskola sajátosságát, a hangulatát, azt a környezetet, amiben működik, be tudja mutatni. Meg lehet ismerni a tanítónéniket. És a gyerekek magukba talán azt rögzítik, hogy igen, ide jó jönni, és igen, a tanítónéni is olyan, mint az óvónéni, kedves, aranyos, és sok mindent tudnak. Az óvodások számára egyébként azért is különleges egy ilyen nap, mert találkozhatnak olyan barátaikkal, akikkel tavaly még az oviban játszottak. Játszani, jól szórakozni pedig bőven volt lehetőség ma délelőtt. Számos mozgásos játék várta a kicsiket, de ragaszthattak egérkét is. Különleges csoportképek is készültek, és természetesen az állatok sem maradtak ki a világnap alkalmából szervezett programból. Volt kutyus, cica, még a kígyó is kapott simogatást, a nyuszi pedig nem csak a gyerekek érdeklődését várta, ő maga is igencsak érdeklődőnek mutatkozott.